Ti szoktatok amúgy podcastet hallgatni? Sziasztok, Hansági Dorka vagyok, ez pedig a Fodrászinfónak a podcastje, a leges-legelső podcast, amiben szeretném egy picit bemutatni, hogy miről is lesz szó, mi ez az új kezdeményezésünk, és hogy miért érdemes velünk tartanatok. A Fodrászinfó podcastjét azzal a céllal indítottam el, hogy elhozzam nektek a fodrászos témákat online és hanganyag formájában. Hírportálunkon, a fodrászinfó.com-on már megszokhattátok, hogy a fodrászos hírek gyakorlatilag már a megtörténésük pillanatában kint vannak az oldalon, mindenki számára elérhetők. A podcast ezzel szemben egy egészen más műfajt kínál. A podcast élő, szabad és légies. Nincs karaktermegkötés, és a formai szabályok is sokkal-sokkal rugalmasabbak. Milyen tartalmakra számíthatsz a Fodrászinfo podcastben? Hát, ha hiszed, ha nem, fodrászosra. Na de mégis hogyan tudunk beszélgetni a hajról, a fodrászatról? Sok ötletem van, már mondom is az elsőt. Interjúkat szeretnék készíteni fodrászokkal. A szakma képviselőivel mindig öröm beszélgetni, ám de eddig mindig sajnáltam, hogy ti kimaradtok az interjúból. Persze a beszélgetés kivonata megjelenik írásban, ám egy csomó értékes rész, ami nem könnyen, vagy talán egyáltalán nem ültethető át a nyomtatott sajtóra, az úgymond elvész, és az interjú alanya a közös emlékünk marad. De most végre megtaláltam ezt a formát, hogyan adhatom át nektek a teljes beszélgetést, és ez nem más, mint a podcast. Éppen ezért a Fodrászinfo podcast egyik alapja a fodrászokkal készített interjúk. A többi pedig szép sorjában kibontakozik. És ahogy ismerem magam és a Fodrászinfo múltját, akkor ez is szép lassan változni fog majd, és állandóan alakul a ti, illetve a mi igényeinknek megfelelően. Tudjátok, a Fodrászinfóban éppen ezt szeretem, hogy mindig alakul, és az aktuális helyzethez igazodik, miközben az alapcélkitűzés megingathatatlan. És hogy ez micsoda? Természetesen a fodrászok tájékoztatása. Újságíróként nem is lehetne más a feladatom. Tehát azt szeretném kérni tőletek, hogy szavazzatok nekünk bizalmat, tartsatok velünk ezen az úton is, és támogassatok azzal, hogy meghallgatjátok a beszélgetéseket, és ha tetszenek, akkor ajánljátok ismerőseiteknek. Osszátok meg oldalaitokon a Fodrászinfo podcastet, hogy mindenkihez eljuthassunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Ez volt a Fodrászinfónak a podcastje. Én Hansági Dorottya vagyok, és várlak titeket a következő adásban is, ami ki fog kerülni minden platformra, ami csak létezik a bűvkörünkben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!